jobbra, hát Fejtség! A Brain Band és a Design Terminál alapítója, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem alapítványi elnöke nemrég könyvet írt, és nem mellesleg tartalékos katonaként is megkezdte alapkiképzését a Magyar Honvédség első területvédelmi ezredénél. Böszörményi Nagy Gergellyel beszélgetünk. Pár nap ezelőtt posztoltad a Facebookon a katonai esküdt szövegét. Pontosan milyen indítatásból vonult ebbe tartalékos katonának, és miért tartott fontosnak, hogy a te generációd is a haza szolgálatába álljon? A legegyszerűbb és legmagától érthetődőbb indok az egy belső indítatás, a haza szeretet, és a másik az pedig az önfejlesztés. Egy olyan korszakban élünk, ahol a különböző önfejlesztő módszereknek nagy keletje, nagy divatja van, és sok helyen olvashatunk, láthatunk mindenféle képzésről, tréningről, amik olyan képességeket erősítenek, mint amilyen az alkalmazkodás, a fókuszált jelenlét. Ezek olyan tulajdonságok, amiket a hadsereg nevű intézmény az évezredek óta gyakorol, és valószínűleg ezekben a legjobb mindenütt a világon. Ezért magától értetődik az, hogyha az ember szeretne tenni a hazájáért, és mellette fejleszteni magát, és rendelkezésre áll egy ilyen lehetőség, mint amilyen a tartalékos haderő, akkor ahhoz érdemes csatlakozni. Jó kihívás, és hasznos a mindennapokban. Ugye egy hete tart az alapkiképzésed, milyen tapasztalatokkal gazdagodtál, és mi jelenti a legnagyobb fizikai vagy mentális kihívás számodra? Szintén nagyon divatos kifejezés manapság a sokféleség, a sokszínűség. És egy olyan közegbe kerültem, ahol nagyon sok különböző hátterű, jó részt nálam fiatalabb tartalékos katonával vagyok együtt. Különböző háttérből jönnek, különböző érdeklődési kör, különböző iskolákat végeztek, és földrajzilag is sokféle helyről. De azonnal kialakult egy jó közösség, és ez fontos is, hiszen ahogy azt az első napokban már megtanuljuk, az egység a leglényegesebb dolog itt a honvédségnél. Ezért ez a csupa új bajtárs már önmagában egy olyan élmény, amiért megéri csatlakozni. És természetesen van kihívás is mentális és fizikai tekintetben is. Minden délelőtt honvédelmi testneveléssel kezdünk, és aztán a délelőtt későbbi részében, illetve a délutánunk esetében pedig olyan elméleti képzést kapunk, ami a katonai etikától a harcászat alapjaig sokféle izgalmas témát taglal, magában foglal. És akkor ezeket még egy nagyon fontos rész toldja meg, ami pedig az alaki kiképzés. Az, hogy úgy nézzünk ki, úgy viselkedjünk, úgy járjunk együtt a laktanyán belül, a gyakorlótéren, ahogy az egyébként méltó a Magyar Honvédséghez. Ugye a légierőhöz és a szárazföldi haderőhöz is folyamatosan érkeznek a modern haditechnikai eszközök, de ugye a honvédelmi miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf is több fórumon elmondta, hogy ezek az eszközök nem sokat érnek, hogyha nincs egy jó kiképzett, felkészített és elkötelezett fiatal állomány. De hogy látod, miben nyújthat érdekességet, vagy mitől lehet vonzó a fiatalok számára a katonai pálya? Mindeneket le kell bontani azt az imást, amit a kommunizmus, a szocializmus évtizedei a Magyar Honvédségen rajta hagytak. Egy új honvédség épül, és új emberekkel, új eszközökkel, és erről tudnia kell a nyilvánosságnak, hiszen a Magyar Honvédség a magyar állampolgárokért van, és meg kell nyerni azokat, akik ilyen kihívásokra nyitottak. Nagyon sokféle érdeklődéssel
megtalálhatja a számítását az ember itt például tartalékosként is, hiszen a híradás technikától, a harcászaton keresztül, egészen az etikai erkölcsi kérdésekig mindenféléről tanulunk, mindenféléről a gyakorlatban is ismereteket szerzünk, és új példaképeket is megismerünk, például a kiképzők, vagy a különböző előjárók személyében. A legjobban képzett, legpengébb katonák, azok nagyon sokszor kötnek ki utána egyébként a technológiai, az innovációs szektorban vezetőként, hiszen két dolgot megtanulnak a hadseregben. Az egyik az, hogy milyen igazán jól szervezetten dolgozni, és a másik az, talán ennél is fontosabb, hogy milyen egy önmaguknál nagyobb célért küzdeni. És ez olyasmi, amit szerintem mindennél jobban meg lehet tanulni a hadseregben. Remélem, hogy ez közép-hosszú távon Magyarországon is így lesz, és az én civil szakterületem, az innováció világa megtalálja majd a kapcsolatot a honvédséghez és fordítva. Ugye visszatérsz a civil életbe, ahol a barátaiddal beszélgetsz az itt folyó alapkiképzésedről. Mit fogsz róla mesélni, és egyáltalán ajánlanod-e nekik? Mondhatjuk már múlt időben is, mert hét eleje óta, amikor van lehetőségem néhány szót váltani velük, főleg a kiképzések után, akkor minden nap arról mesélek nekik, hogy ez valami olyasmi, ami nagyon megérint mindannyiuknak, és szeretném kiemelni azt, hogy egyébként nemtől függetlenül, tehát fiú és lány ismerőseim is nagyon érdeklődnek a tartalékos rendszer iránt, és nem lennék meglepve, hogyha néhány év múlva már sokkal lennénk a baráti társaságomban, akik ezen a kiképzésen végigmentek. Gergő, köszönjük szépen! Erőt, egészséget és további nyugodt szolgálatot kívánunk. Hazámat szolgál. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. További tartalmainkat megtaláljátok az itt látható közösségi oldalakon. Sziasztok!